A portugálok elleni mérkőzés szerintem nagyon nehéz volt. Ugye játszottuk már ellenük egy fél éve a Sirenka kupán, ott 0-0 lett, de akkor is ilyen nagyon erős játékerőt képviseltek, ugyanerre számítottunk, tehát hogy nagyon gyorsan, agresszívan fognak játszani, erősek lesznek, ami szerintem az egész selejtezés elitkör alatt jellemző volt a csapatra, hogy nagyon küzdöttünk egymásért, tehát hogy egymásért játszottunk, és nagyon jól védekeztünk szűken, tehát próbáltuk betartani azokat a utasításokat, amiket kaptunk az edzői stábtól. Nagyon örülök, hogy így le tudtuk hozni nullára, és a végén még kis szerencsével gólt is tudtunk lőni. Nagyon sokat kellett védekeznem, ez nem is volt annyira rossz, mert onnan tudtunk indulni és kontrákat vezetni, amiből hál' Istennek sikerült is valamikor helyzetekig eljutni. Az egész meccsen a védekezésünk szerintem nagyon jó volt. Végülis ez volt a kulcsa annak, hogy mi meg tudjuk verni a portugálokat. Nyilván nagyon jól hatott ez a győzelem a csapatra, tehát nagyon nagy volt a boldogság utána, de azért nem szabad elfelejtenünk, hogy ez csak az első mérkőzés volt az Európa-bajnokságon, és még két nagyon nehéz mérkőzés vár ránk a csoportba. Hát most nagyon együtt van a csapat, nagyon, nagyon érezzük úgymond egymást, nagyon jó kapcsolatban van minden stábtag az játékosokkal és a játékosok is a játékosokkal, és szerintem ez meghozta a gyümölcsét, és reméljük, hogy a jövőben is meg fogja hozni. Izland ellen ugyanilyen, sőt, még akár nehezebb mérkőzésre is számítok, mint amilyen most a portugálok ellen volt, hiszen más játékstílust képviselnek, talán agresszívabbak, inkább a védekezésre hangsúlyozzák a játékukat, és abból kontráznak. Szóval egy más mérkőzés lesz, de szerintem ugyanolyan nehéz. Egyáltalán nem szabad levecsülni őket, hiszen nagyon nehéz, vagy nagyon jó mérkőzéseket játszottak, ugye az elitkörben a németek ellen is, és ugye az elsők lettek az elitkörben a csoportjukban, és ugye most is megverték az oroszokat, szóval egy nagyon nehéz meccsre lehet számítani, de mindent meg fogunk tenni a győzelem érdekében. Meccsről meccsre kell gondolkodni, tehát mindig a következő meccsen meccsről beszélünk, tehát azt az ellenfelet elemezzük ki, és hogyha így lépésről lépésre haladunk, akkor a végén akár még valami nagy dolog is kisülhet belőle.